Ez az első kép, gyerekek, indulunk az útra, fölmegyünk a Iktuisi Springbe. Kocsit berámoltuk, Zalán, minden be van rámolva? Tiuk? Igen. Igen? Ready to go? Attila, minden rendben van? Igen. Attila, rossz kedvű vagy? Ne legyél rossz kedvű. Szerbusz, házikó. Másik autóval Zalán bejárt. Indulás. 7 óra 40 perc van, majdnem 40 perc késésbe vagyunk. Hát ez van. Megérkeztünk a Iketukni Springshez, tábort vertünk. A sátorvelők Zalán és Attila, aki most fejezte be az ágyaknak elkészítését, leellenőrizzük. Attika, nagyszerű munkát végzett, hol fekszel te? Középen? Nem. Te ott fekszel? Ez a te helyed? Jó van. Apa, akkor középen fog dörmögni. Most 12 óra 11 perc van. Srácok, megettem egy kis szendvicset, ha akarnak, aztán megnézzük, hogy hol a parknak a bejárata, és hogy lehet-e csúszni a vízzel egyet. Na Zali, milyen a víz? Hideg a víz? Hát nem, nekem nem. Megnézzük, milyen hideg ez a víz. Azt a minden, meg lehet szokni. Hú, azt a mindenit. Nem tudom, tényleg mindenki a hajókán szónakázik. Menjünk befelé. Be, gyerünk fölvenni. Gyerekek, ez a nagyon hideg a víz. Hopp! Majdnem a fenekemben. Egy fa. Zalán! Vigyázz már, vízzalat! Leírom már, fejér a lábad az ég. Elkezdjük készíteni a nyársakat, az állani kikészítették a cuccokat. Az igazság az, hogy most gyújult meg a fényképezőgép és a videókamera, mert valami lehet, hogy tényleg víz ment bele, vagy ilyesmi, és eddig nem akart működni.
fiú kicsiket elpillettetek, vagy mi történik? Zalán megvert sakba, kaptam egy alattomos mattot. Úgy látszik, sok volt a királynőkor. Tűzrakóhely szépen előkészítve a fákkal, az alapok megvannak, és most indulunk neki az alapanyagoknak. Megmutatom, hogy miket hoztunk. Úgy paradicsom, ami kell hozzá, szép paprika, piros, fehér, zöld, kicsikét sárga, és finom kis kolbászka. Attila a szakács, úgyis jár szakácsórákra. Később jelentkezünk. Talán óvatosan, hát lent, lenyújt ebben a tetejét. Még valami ott? Nem ott, hát ne a tetejét. Egészen nyújjál be. Hát persze. Na még egyszer. Oké. Nagyon király. Kérem, majd le. Majd leég. We are not noobs. Vannak a nyársak, előkészítve. Megmutatom a táborunkat így messziről. Csinos kis táborka. Mögöttünk van a közösségi épület, ott van a zuhanyzó, meg a menedzser. Nagyon jó helyünk, meg közel vagyunk a zuhanyzóhoz, és itt látjuk, hogy olyan hosszú soron van, hogy nem is érdemes oda menni. Elmennek egy szigetre 12-en, és akkor ilyen őrültséget találnak, hogy meg kell lenni egy patkány, meg kell lenni ilyen dolgokat, és akkor van ilyen, hogy egyszer meg kell lenni valamilyen bogarat is. Készülnek a finom kaják. Közel is. Még nem égett meg a izé? Szóna még jó. Reggelt. Szép vasárnap reggelre ébredtünk. A tűz már kialudt, de csak egy pár perc, mert a fiúk már szerintem a fél erdőt eltüzelték. Ott lehet látni, hogy ott bespejzoltam a fákat, talán még ma estére marad valami, hogy megint tudjunk sütni valamit. Kibéreltünk egy ilyen fölfújható hajót, ott van fönn a kocsi tetején, mert tanultunk a tegnapi jéghideg vízből, hogy kicsikét azt azért pihentetjük, és nem sokára indulunk a parkba, mert azt mondják, hogy 10 óra felé már annyian lesznek, hogy nem engedik be az embereket az északi kapu, mert most az északi kaput szeretnék megnézni. Sziasztok, majd találkozunk. Jó reggelt, fiúk, egy köszönni mindenkinek. Sikerült bejutnunk most az északi ajtón, oda csak naponta 750 embert engednek be. 9 óra 10 perckor érkeztünk meg, mögöttünk már be is zárták a kaput, tehát megtelt. A fiúk valahol mögöttem, és kibéreltünk ugye ezt a hajót, amit mutattam nektek, és most csorgunk le a folyón. Itt elhagyott, hogy hívják, látjátok? Nagyon szép időnk van. A csurgunk lefelé, folyón, tiszta a víz. Attila szórkerezik, ő bírja legjobban a hideg vizet. Mit találtál? És fölvetted? Ó, ja, valaki itt elsüllyedt akkor. Attila! Attila!
ez a neve ennek a, ennek a kicsi helynek. A kék luk. 230 feet mélyen van a barlang lent, és hatalmas energiával tör föl a forrás. Azt hiszem, hogy egy percenként megtölt egy egész stadionnyi vizet. Látok, már útnak bent a vízbe. Mindig megyek hozzájuk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Wow. Srácok, jönnek be a Blue Hole-ba, nézzétek meg. Egyszerűen majd elmondom a pontos földrajzi paramétereket, mert most nem tudom. De egyszerűen fantasztikus, majd mindjárt megnézzük, hogy... Megyünk ahhoz, gyertek! Legebb lenne a víz. Hát azért szerintem én nekem annyira nem volt itt. Na, én is megmutatom, hogy ott voltnak oda, az a fiatalember ott köröz, ott van lent ez a Blue Hole, ami egyszerűen nagyon mély. Hát én a bejáratig sem bírtam lemenni. Szóval, de egyébként engedéllyel le lehet merülni. Laszkó Peti barátom az lement buvárpalackba, bement a barlangba egészen. Félelmetes egy, gyönyörű ez a hely egyébként. Kristálytiszta a víz, de azt láttátok mennyire, de hát hideg. Mind a két gyermekem az lila szájú. Mutassátok a szátokat? Egy lila száj, két lila.